A kisalföld északi peremén, a Nyitra partján fekszik Érsekújvár, ez a nagy történelmi eseményeket megélt fiatal város. A 16. század végén épült szabályos hadszögletű vár a Rákóczi szabadságharc idején Vakbottyán parancsnoksága alatt a nagyságos fejedelem felvidéki főhadiszállása volt. Ezért is lerombolták a császáriak úgy, hogy ma Jószerivel is csak a négyszögleti főtere és a hajdani várárok mentén húzódó utcák szabályos hadszöge emlékeztet az erődítményre. Az már a II. Világháború szőnyegbombázásainak köszönhető, hogy a városban alig maradt műemlék jellegű patinás épület. Érsekújvárnak nemzetközi hírű vasútállomása lett a végzete, igaz, Radnotit parafrázálva, az angol-amerikai légierő pilotái nem az Orient Express utasainak Rákóczi indulót játszó cigányzenekart, hanem csak a stratégiai fontosságú vasúti csomópontot látták. Kossuth halála után Érsekújvár polgáraiban is megfogalmazódott az a szándék, hogy méltó emléket állítsanak a szabadság apostolának. A leendő helyszín, a város főtere, a millenniumtól már biztosan Kossuth Lajos nevét viselte, legalábbis erről tanúskodik a Sziklay János és Borowski Soma által szerkesztett többkötetes monográfiának Érsekújvárról írott része. Kossuth Lajos szobrát eredetileg születésének egy centenáriumán 1902-ben szerették volna felavatni, de az adakozásból befolyt összeg még nem fedezte a kivitelezés költségeit. Ezért a Szoborbizottság 1902. szeptember 28-án nagy pompával megrendezett emlékünnepséget szervezett, melynek keretén belül nyilvános népgyűlést tartottak a főtéren. Itt terjesztették elő és fogadták el a Kossuth szobor felállítására tett határozati javaslatot. Az egész napos rendezvény este jótékonysági hangversennyel és tánceséllyel zárult, melynek bevételét a Kossuth szobor javára fordították. A szoborbizottság Székely Ernő szobrász kérte fel az emlékmű megalkotására. A szoborállítás új időpontját 1904-re tervezték, összekapcsolva az ünnepet a Rákóczi szabadságharc 200 éves évfordulójával, és időközben Székely Ernőtől Cucor Gergely mellszobrát is megrendelték, illetve Tóth András debreceni szobrásztól Érsekújvár kuruc múltját megidéző három domborműves emléktáblát. 1903-tól már egész Magyarország Rákóczi hanvai hazahozatalának lázában égett. Ebből az eseménysorozatból Érsekújvár sem akart kimaradni. Ezért úgy döntöttek, hogy a szobrok és emléktáblák avatását a hanvak hazaszállítási dátumához időzítik, országos szintű eseményi emelve ezáltal a leleplezési ünnepséget. A nagy esemény napját 1906. június 17-ére tűzték ki. Érsekújvár akkori egyetlen heti lapja, a Kis Magyar Alföld aznap nemzeti szín szalaggal díszített címlappal jelent meg. Az ünnepség reggel szentmisével kezdődött a Szent Kereszt plébánia templomban. Idézett a Kis Magyar Alföld 1906. június 24-i számából. Mise végeztével gyülekezés volt a vásártéren, ahonnan festői látványnyújtó menetben haladtak ki a vasútra zeneszó mellett, a fellebogozott házak között a sugárúton végig. A pompás diadalmenetet négy kürtös kurucruhába öltözött kazagányos főgimnáziumi tanuló nyitotta meg lóháton. Utána haladt szintén lóháton, selyemzászlóval Verbőci, Lavicska és Dobos vezetése mellett 16 kurucruhába öltöztetett deli gazda,
kiket nyomon követtek csapatonként lovasok, mintegy 150-en minden csapat előtt díszruhás kuruccal. Idézet bezárva. A vasútállomáson a cigányzenekaros csatlakozott a menethez, így várták a vonattal érkező vendégeket. Az ünnepség a Kossuth Lajos téren nyilvános díszközgyűléssel folytatódott, amelyet Miklóska Aladár polgármester a következő szavakkal nyitott meg. Idézet. Tisztelt polgártársak! A mai napra összehívott díszközgyűlést ezennel megnyitom. Második Rákóczi Ferencnek, Nagy Bercsényi Miklósnak és Botján Jánosnak emléktáblát, Kossuth Lajosnak és Cutor Gergelynek érszobrot emelt Érsekújvár városának közönsége. Boldogult Fogt Károly kezdeményezésre indult meg a hazafias mozgalom, amelynek keresztülvitelére az első anyagi áldozatokat maga a város hozta. Idézet bezárva. Az eseményről a Vasárnapi Újság is címlapon emlékezett meg. Az országos esemény díszvendége Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter volt, aki pártársai kíséretében aznap reggel érkezett a városba. Ünnepi szónoknak, a Rákóczi Hanvainak hazahozatalában elévülhetetlen érdemeket szerző Tali Kálmant kérték fel. A nagy történeti tudásról tanúskodó értékes beszéd alatt lehullottak a leplek az urasság házán lévő második Rákóczi Ferenc mellképét ábrázoló emléktábláról, nem különben a Ferenc vendégek zárdájában lévő Gróf Bercsényi Miklós emléktáblájáról és a Népbankon lévő Vakbottyán domborművű bronzképről. A három közül ez utóbbi a legpompásabb. Valóban remeke Tóth szobrász alkotásainak. Druga József hazafias lelke szonoklata közben a Kossuth szobor leple is lehullott. Idézet bezárva. Székely Ernő műalkotásában az elszánt tetterős Kossuthot ábrázolta díszmagyarban. A szobrot szemlélve az a benyomásunk támad, hogy a független Magyarország kormányzóját látjuk, aki szívéhez szorított kardjával kész megvédeni a hazát. Hasonló mozdulatot örökített meg 8 évvel később Margó Ede a Debrecen főterén felállított alkotásán. A kuruc hagyományokat ápoló Érsekújváron ezzel is kifejezésre jutott, hogy az 1848-49-es szabadságharc Rákóczi függetlenségi küzdelmének szerves folytatása volt. Az ünnepséget követően 13 évig Érsekújvár főterén a szobor tövében zajlottak a március 15-i megemlékezések. Az emlékmű a városkép szerves részévé vált. Érsekújvárt 1919. január 10-én szállták meg a cseh légionáriusok. Kellett néhány hónap, ameddig bátorságot gyűjtöttek ahhoz, hogy az éleple alatt fellépjenek a magyar emlékjelek ellen. Idézett Érsekújvár Budapest Felvidéki Egyesületek Szövetsége. 1939. 5. számából. Május 22-én éjjel cseh katonák kurkot vetettek a Kossuth szobor nyakába. Ledöntötték. Örömittasan vonszolták a vasútállomás felé, aztán hajrázva összetörték. Reggel üresen állt a szobor talapzata, estére virág borította. Idézet bezárva. Az üres talapzat felirata 20 évig mementóként hirdette a művelt Európa 20. századi barbarizmusát. Idézett Szabó László, Érsekújvár jeles évfordulója című munkájából. A Cucor mellszobor eredetileg a volt katolikus iskola helyén lévő kis parkban állt, később az iskola udvarára került.
Az első bécsi döntés követően visszatért Érsekújvár főterén, a Kossuth szobor talapzatát újra felhasználták. A talapzat tetejére eredeti feliratának megőrzése mellett Csicsátka Otto érsekújvári művészalkotása került, ebbe helyezték bele az országzászló tartórúdját. 1945 után az egész talapzatot elbontották és a város temetőjébe vitték, ahonnan később nyoma veszett.